Samodai György, a Pannon Solar Kft. Ügyvezetője. Samodai György vagyok, a Pannon Solar Kft. Ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. Ezen 1958-ban születtem. Édesapám és édesanyám három gyermekének a legkisebb sarja vagyok, valószínűleg nagy öröm lehettem, mert az első fiú gyerek volt a két nővérem után. Az iskoláimat és egész életemet Zuglóban éltem, édesapám Zugló díszpolgára is, és én sem hagytam el soha Zuglót, világéletemben Zuglóban éltem. Az általános iskoláimat is Zuglóban, a Telepes utca iskolában jártam, gimnáziumban pedig egy fakultáción következtében informatikai fakultáció indult. Az én koromban az még elég friss tudományág volt. A 17. kerületben az akkor Fürth Sándor gimnáziumnak, a Valasi Bálint gimnáziumnak nevezett iskolában. A gimnázium elvégzése után és már a gimnázium közben is az első munkahelyemet megismertem. Apám segítségével, aki a Fizikai Kutatóintézetben dolgozott és egy régi kollégája volt az ott vezető. Ezt az Országos Tervhivatalnak nevezett intézmény volt, aminek az informatikai intézete akkor egy meglehetősen friss alakulat volt. Az informatikai intézetet megint csak Zuglóban, az Angyal utcában lehetett találni. Ma azt hiszem a pénzügyminisztériumnak egy informatikai háttérintézete. Ez azért volt, vagy azért lehet izgalmas, hanem is személyem miatt, hanem inkább a kor miatt, mert akkor nagyjából az egész országban ezen ember tudta, hogy mi az, hogy számítógép, és talán 100 ember, ha látta magát a számítógépet, ez akkor az ország azt hiszem 5 darab számítógépe közül volt az egyik és a legnagyobb. És hát ami még számomra annak idején érdekes volt, az az, hogy ez a berendezés ugye olyan, hogy mondjam, hangulatot hozott, ami az akkori a 70-es évek környékén nem volt az országban általános, egy meglehetősen, mivel egy angol gyártónak a terméke volt, egy meglehetősen nyugatias hangulatú és szervezettségű vállalkozás vagy vállalat volt ez az Országos Tervhivatal számítóközpontja, és hát az egész hangulata is, hogy mondjam, szabadabb és jókedvű volt az országban általában. A tervhivatal után hívott a nemzet katonának, és ezért 2 évet én a határőrségnél költöttem. A határőrség után miután leszereltem, utána már egy új területre kezdtem kacsingatni. Egyfelől a egyik hobbimat, amit nem említettem, de gimnázium alatt én elkötelezettem a színház felé fordultam. Az ottani gimnáziumnak volt egy viszonylag híres és a érdekes érző mai évekig működő, most már folyamatosan 40 vagy 50 éve működő színháza van. Ott kezdtem el a színházzal foglalkozni, emellett pedig energetikai területre tévedtem, és a munkahely mellett végeztem el a felsőfokú energetikai iskolámat. Ott abban az időben kezdett, azt hiszem talán a benzinválság vagy a üzemanyagválság begyűrődni az országba, és elég fontossá vált nemzetgazdasági szinten, hogy a fuvarozó cégek egyebek hogyan gazdálkodnak az erőforrásaikkal. Lényeg az, hogy ezt a területet akkor kezdtem el megismerni, de az informatikával sem szakítottam, és a következő munkahelyem az a számítástechnikai koordinációs intézet volt, ami annak idején Magyarországnak a csúcs informatikai világa volt. Az akkori időszakban volt egy úgynevezett ISR program, ami a KGST országoknak a számítástechnikai fejlesztését hangolta össze, nagyjából ez az intézmény volt ez. Itt én hardware tervezéssel foglalkoztam, és emellett végeztem a rendszer szervezői iskolámat is. Ezután már emellett ugye abban a korszakban kezdődött a magánvállalkozásoknak a bontakozása, tehát az ilyen vállalati GLK-GLK-ben. Abban az időszakban kezdtem el magánvállalkozásban, vállalat mellett, illetve vállalaton kívül magánvállalkozásokban informatikai munkákat végezni. És ebből az intézményből való elszakadásom után kerültem végül is az Egészségügyminisztérium, ez nagyjából a rendszerváltás környékén lehetett. Az Egészségügyminisztériumnak szintén az informatikai háttérintézetében, akinek a feladata volt a ország epidemiológiai és egészségügyi adatainak a feldolgozása, az orvos nyilvántartás egyébek. Majd ebből az intézményből viszonylag egy
alakult egy újabb vállalkozásunk, amit néhány kollégámmal alapítottunk, és emellett kezdtük el a gyógyászati értékesítővel, a gyógyért vállalatnál az informatikai főosztályt vezettük egy másik barátommal. A munka mellett hobbiként megmaradt szinte egész életemet végigkísért a színház, az Asher Oscar Színház, amit még ugye a gimnázium idején kezdtünk, és azóta kinőtte magát, és a 15. kerületben egy önálló színházzá vált, ugye ez a város peremén volt, nagyon a szélén van, és annak idején ez egy ilyen színházpótló tevékenység volt, mindenképpen az életemnek egy fontos része volt, olyan darabokkal ismerkedtünk annak idején, amik talán ma többet mondanak, mint akkor, amikor ezzel foglalkoztunk. Polyakovnak a Természet lábjain című darabja kimondottan az idegenekkel, illetve az idegenekkel való viszonnyal foglalkozik, angliai szemüveggel, 80-as években, amikor ezt megrendeztük, sokan nem értették, hogy mi értelme van ennek, de azok az angol barátaik, akik megnézték, azok erősen búvogattak, hogy ez valóban létező és nem izgalmas. A gyógyáru értékesítő vállalat túlvaló elvállásunk után három barátommal alakítottuk a saját vállalkozásunkat, és pont a rendszerváltás idején elég sok új vállalkozás indult, tehát gazdasági szoftvereket gyártottunk, öntelési rendszereket, számlázó rendszereket is. Annak az idején ennek meglehetősen nagy keretje volt, mert nagyon sok cégnek volt szüksége erre. Emellett pedig sikerült annyi tőkét szereznünk, hogy franchise módon egy üzemanyag töltőállomást, akkor még Magyarországon jelenlevő Aral hálózaton belül üzemeltettük, azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó élethosszígtartó megélhetést biztosít. Hát rá kellett jönnünk, hogy ugyanisen ismertük azért a kapitalista gazdaságnak a saját kis törvényeit, tehát a franchise rendszernek a maga örömét azért előbb-utóbb rá kellett, hogy jönjünk, hogy azért a multinacionális cégek nem elsősorban a legalsó szinten lévő vállalkozóknak az érdekei, hanem a saját érdekeik mentén működnek. Röviden az volt a dolog a vége, és aztán ez talán tanulság minden franchise-t használó embernek, hogy valószínűleg úgy alakítják a feltételrendszert, hogy a végén nagyjából nullára kerüljenek a dolgok, tehát lényeg az, hogy ezt is előbb-utóbb azért éreztük, hogy abban a formában, hogy mi képzeljük az egésznek a működtetését, tehát mondjuk az alkalmazottaknak a nem teljes tönkretétele mellett gyarapodni, ezt így nem lehet összeegyeztetni, tehát ehhez kellett volna olyan, amit már egyikünk sem óhajtott vállalni. Ezek után alapítottuk meg egyéb más társaimmal együtt a Panoszolár Innovációs Kft-t. A Panoszolár Innovációs Kft-nek akkoriban, 1997-ben, amikor alapítottuk, akkor meglehetősen perspektívikus, de meglehetősen értelmetlen állapota volt, mert ha valaki emlékszik, hogy akkoriban azt hiszem 9-10 forint volt egy köbméter gáz, és senki nem értette, hogy az ördögöt akarunk mi ezzel megtakarítani, tehát hogy ezt szinte ingyen adták az energiát. Minden esetre tudtuk, hogy, vagy legalábbis azért gondoltuk, hogy ez nem örökké tartó állapot, tehát előbb-utóbb ugye a rendszerváltás után, ahogy haladunk kifelé ezeknek az energiáraknak lesz egy kifutása, és hát lámbekben volt egy kis igazságunk, mert ott nagyjából 10 éves működésünk után már 150 forint volt a 9 forintos gáz, az egyébként már nem beszélt mennyivel a benzinnel és egyebekkel párban haladt előre a történet. A lényeg, hogy ebben a kérdésben mi egy meglehetősen komoly fejlesztő munkát végeztünk, és a mai napig tart tulajdonképpen ez. Elsősorban az épületek energetikai javítását tűztük ki célul, lehetőség szerint olyan tiszta energiával, amely környezetesen ilyen káros hatással nem jár. Ez elsősorban nekünk alapenergia volt, minden energiának alapvető forrása, ha meggondoljuk, akkor mind a szélnek, mind a víznek és minden hagyományos energiának alapja adja a primer energiát. Tehát mi elkezdtünk alapenergiával foglalkozni, és elsősorban olyan épület szabályzás és olyan épület vezérlési metódusokat és eljárásokat dolgoztunk ki, amikben a szoftveres képzettségünk, társaimnak a építész, illetve a szabályzástechnikai képességei is kidomborodtak. Az én barátaimmal alakítottuk meg ezeket a berendezéseket, és ez az országnak talán 800 vagy 1000 pontján működik a mai napig. Azóta is fejlesztjük, minden mai nap már elvárható távfelügyelet és egyéb módon. Tehát tulajdonképpen ebben volt az, amiben úgy láttuk, hogy ki tudjuk teljesíteni a képességeinket. Emellett, amikor nagyjából ezt a fejlesztést úgy sikerült a helyére tenni, akkor a következő lépés az
a zöld mobilitás volt, és előállítottunk egy olyan járművet, ami szintén csak a napenergiával fog tudni, illetve már működőképes módon tud közlekedni, ami úgy gondolom, hogy nem mindenhol ismerhető a látható. Hát az elején ugye megbeszéltük, hogy az én szüleimnek olyan harmadik gyermeke vagyok, és hát hozzátartozik az én családi életemhez az, hogy valahonnan ugye indul mindenki, és valamit hoz magával. Hát ez elsősorban az én szülői családi hátterem volt. Két olyan szülővel büszkélkedhetek, akik 65 évet éltek egymás mellett, és példás módon nevelték a családjukat. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen és mindenkinek egyfajta indítatást az életére. Az én saját családom ugye, ami eljött az ideje is, megalapítottam. Feleségemmel kettő lánygyermeket neveltem föl, mind a ketten. Feleségem fogászati klinikán dolgozik, vezető asszisztensként, a gyermekeim pedig mind a kettő közgazdaságtudományi egyetemet végezte, az egyik turizmus vendéglátás szakon végzett, a másik pedig gazdaságinformatikusként, úgy gondolom valamilyen hatással voltam az ő neveltetésére. Szabadidőmben pedig hát megmaradt a színház, amit hát tulajdonképpen hosszú ideig párhuzamosan vittem, és az utolsó, talán 4 évvel ezelőtt volt az utolsó rendezésem ebben a kapcsolatban. Ennek is lehet valamilyen értelme, mert éppen a fizikusokat rendeztem meg, ami hát többé-kevésbé valahol ennek a két világnak a találkozásánál van. Ha röviden össze akarom foglalni, akkor talán az a mondandói valója, hogy hogyan hat ránk, hivatnak ránk azok a technikai vívmányok, azok a technikai bizonságok, amik manapság azért elárasztanak bennünket a mobiltelefontól, az interneten keresztül azok a fajta felfedezések. Nyilván dűröm a tóra idejében ezek még nem léteztek, csak bombák és egyéb csodaszerkezetek, amik szintén megkérdőjelezték az emberiség jövőjét, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy soha nem múló kérdésé marad az, hogy a technika vívmányai, a legújabb felfedezések azok mennyiben ártanak, vagy mennyiben használnak az ember életének, és azt gondolom, hogy ezt a kérdést mégis meg kell tenni, és meg kell tenni.